Oh my God, no way. Zöldcsar, úgy van, de ú, nagyban hápisápi, kinézeti hápisápi, így ábrázat, tényleg hápisápi. Nagyban egyébként, nagybartos egyébként, úgy egyébként, nagyban egyébként. Csületkedek! Előtte egyébként nagyban egy nyitok, és bor. Bor, bizony. Jó kis vörös. Csajokba a legjobb a vörös. Úgy bizony. És a borba is a legjobb a vörös. Jó kis száraz. Ja. Száraz veres, mert már remeg egyébként a kezem. Úgy bizony. Úgyhogy most a nagyon kor. Na, az a vett. Na hát ez kurva nehéz volt nem elröhögni. Sziasztok, srácok! Cső! Már megint, itt van egy zombi. Nagyon van, szóval sziasztok, srácok! Ismét csak itt vagyunk, Andrew, tudja mondani, a koncipappa, és szerintem formáció megtörése már jön ez a szarházi. Szóval, srácaink, itt vagyunk. Itt vagyunk ismét. De a Sapling Bros, nem véletlenül, ugye a The Two Bros, Sapling Bros. Mégpedig nagyszerű, mert elérkezett az az alkalom, hogy 100. résznek mondhatjuk a most felvett epizódunkat. Nagyon régen nem találkoztunk már, de hát nagyon sok update volt a Minecraftban, és az a helyzet, hogy mi is nagyon hiányoltuk már ezt az egészet, úgyhogy ismét csak belevágunk egy kalandba. Ez egy túlélő sziget lesz, 1.19.3-as verzió számon, és nagyon reméljük, hogy ismét örömmel és lelkesedéssel figyelitek a mi kalandjainkat, interakcióinkat. És szerintem csak tépjünk el valamire, srácok. Hát ugye az a helyzet, hogy viszonylag korlátozott a sziget mérete, úgyhogy... Már itt már megszivatjuk, figyelj, jön a creepy. Egyébként a környezetrombolást kiszedtem. Itt a sombolt a creeper pedig. Szóval... Valahogy így rombolt a creepy állni. Rombol a creepy, úgyhogy nem jó. Ja, oké. Okay. Valami, nem tudom miért, de nem rombol, az ekkora volt, nem? Nem, itt robbant a creepy. Ja, aztán éve. Ja, én föl is vettem 20 darab homokot belőle. Valami, nem tudom, micsoda mob griefing, vagy mi a túró volt, és azt mondtad, és azt hittem, hogy az. Hú, meg izé... Az pedig. Kell OP-jó ráncok, mert nem tudom kiütni a bombot. Azt a rohadt. Ja, mert van spawn védelem. Ó, hallod, nagyon amatőrök vagyunk, bassza, meg nekem féltett a szemem. Ó, az víz. Hú, figyelme hát, még. Várj, kikibányásszuk ezt a fát, ezt csinálom. Ez jó, hogy na várj egy kicsit, segíts, hogy per game rule, ugye? Per game rule. Mob griefing. Mob, úgyhogy hogy kicsivel mob, és utána a griefinget egybe, de az nagy legyen. És false. Ja. Jó, hát átírtam false-ra, aztán meglátjuk. Most nem tudjuk tesztelni, mert nappal lett, meg elfogytak ezek az ögök. Nem tudok ki. Hát meg az rebootolni. Ja, az kellemetlen. Hát ez az. Jó, hát akkor azzal dolgozunk, ami van. Na most akkor, de nem tudok kiütni blokkot akkor. Ez biztos, hogy te a spawn miatt, nem? Igen, a spawn miatt. Figyelj, az OP-kat ezeket. Spawn védelem. Ja. Az anyádat. Nézd, hogy ég a te hülye. Ja, tényleg, ja, a spawn irány, jól sikerült. Na, izé, hakitak, még azt az elején akartam mondani, csak mondhatom. Easy-re van állítva a szeró, hallott. Így teljesül mindenki válságot, mert ugye az elején mondtad, hogy a Viktort ugye az előző részben, hogy úgy kezdődött, vagy ütötte valamit, vagy mi akartam. Aki, az meg darabta egy craft asztalt. Igen. Darabta egy craft asztalt, és sublimált, nézd. De a spawn védelem miatt valószínűleg. Tudom, hogy hát most kiszedhetem legközelebb éppenséggel, de most egy kicsit arra menjünk. Na de látod, tehát ennek az a lényeg ennek a szigetnek ugye, hogy nagyjából elszigetelten egy fele
Homok, hajaj. Fel a homok, fel a Ezek mennyi homok. creeper van már itt? Hagyd fölrobbanni, hogy rombol-e? A kri azok mi azok valószínűleg fognak. Hát, sose tudjuk meg így. És nézd csak, hogy nem. Vagy de. Osztom. Nem robbolt. Na, az viszont akkor jó. Akkor viszont... Még hogy már beírtam, hogy ne romboljon egyszer. Oké. Jó, hogy ez egy rohadt nagy sziget. Jó, értem. Az. Persze. Kínálj. Ú, csonti. Jó, meg egy pók is van. Cii. Cii. Na, igazából... Nem, mert mindjárt kinyír. Én lehet, hogy megcserélem a kód... Nem, ember, ezt ki tud nyírni. Lehet, hogy megcserélem amúgy, mert úgy megszoktam a kódba, hogy ugye a shift a sprint. Fantasztikus, ugye, ugye itt a shift. Shift ugye meggátolja azt, hogy, hogy egy adott módon belép. Igen. Úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz majd ilyen lávás szituáció. Mert az lesz csak az Aki-val, hogy, hogy a keep implantet ezt nem rakjuk be, mert az minden, minden létező kiki... tehát ami visszadobhat, azt abszolút kiszedi a játékból a nehézséget, 100%-ig. Tehát jó, semmi következménye nincs annak, hogy meghalsz. Legyen kedves valaki segíteni, mert mindjárt meghalok, és üldözve egy gec is fog. Na, bocsánat. Ott vagyok, erre van egy fokal. Hát ugye itt elég komoly erdő van, én tehát... Vajon még nincs. Következésképpen... Nálam van rohadt húsa, gondolok. Itt volt valami, nem? Azért gondoskodjunk a szeplingekről, jó? Jó, itt van egy szószal, ez kinyírom. Hú, itt vannak biztos. Van ott Fati, legalább kettőt hagyjunk meg, mert jó lenne őket szaporítani. Jó. Tekintettel arra, hogy egy szigeten vagyok. Egyébként nekem meg nincs a játéknak hangja. Nem igazán értek. Csak már minden más csak megvan. Ja, hogy nem látja a Minecraftot, mint futó applikáció, mert a hangkeverőben nem jelenik meg. Hát ez tök jó. Az mondjuk, igen. Az így korrekt. Jó, hát akkor excuse me a second. Úgy van beállítva, hogy max 6 játékos, tehát hogyha valaki kifagy, akkor ugye visszajöhet még. Ja, mert néha úgy jelzi, hogy bennmaradtál. Igen, annak igen, ellenére, igen. Hogy... Ja, egyébként most 20 gigára van állítva a... Az kevés. Vagy bocsánat, jaj, elnézést, nem 20, hanem 8 gigára állítottam, igen. Ja. Szóval annyival a bejebb vagyunk nyilván. Itt a csákányod van már esetleg? Nem baj, nincs, csinálok magamnak. Jaj, tudom, hogy milyen volt. Ott valaki kocsolod egy facsba a csákányt, tudom, hogy csinálok az arajok fel. Igen, az ember. Ugye belépek. Meg van még a probléma az, hogy a múltkor átállítottam, hogy jobb legyen a hangeffektje a játéknak, hogy már csapadán keresztül. Itt a csáki. Ja, kösz, király. Azt mondja, hogy... Amilyen? Das ist... Van valahol kőjük. Én keresek követ mindjárt. Ja, hát igazából lejásol, hogy kell keveset, ott biztos, hogy fogsz találni egy időben eleget. Oké. No. Azért. Akkor, most legyen van minden oké. Annyi, hogy ezt a spawn dolgot, ezt mindenképpen meg kell oldani. Esetleg van egy, meg kéne próbálni, hogy esetleg belőtök egy olyat, hogy per OP, és akkor a nick név. Hogyha a szerver kliens kapja meg közvetlenül, akkor biztos, hogy jó. Mármint én írjak be valamit? Aha, azt meg kéne még próbálni, hogy beírod, hogy mondjuk per OP Andrew. Én tenni, mert én is az vagyok. Ja, aki akkor megcsinálom. Aki. Ja, az így. Oké, aha. Aki. Már meg is csinálta. Ja. De Viktor, ugyanúgy jártam, hogy leraktam a szeplőnket és eltűnt a spawn védelem miatt. Igazából ilyenkor visszakerül a kezedbe, csak bugosan. Tehát, hogyha fogsz egy itemet az inventoriumból és kicséreled azzal, amit próbáltál lerakni, akkor kösz. Visszabugol. Király. Hát hallod, ez ilyen veterán. Ki kérő külcsárkányt? Nekem jöhet egy, én most csinálok egy kis farmot. Ide mellém kidobtam, jó? De fölvettem.
Ja, én ott vagyok a gányban, akkor elmegyek érte. Várjál. Köszi. Már kikülcsák meg. Ez kicsit olyan, mint hogyha úgy kérdezted volna meg, hogy hallott külcsákát? Aki? Hol az Aki? Mindjárt egyet, csak elkezdtem ásni a föld alatt. Ahhoz akkor átlag volt a hangod, mint a szentély. Kéne külgyere, vagy... Hát azért, mert közben zajlik az élet, és ilyenkor nem jutolgatom magam az időt. Ja, sorry. Ja, gondoltam. Pont vagyunk, ahol nincs külön szoba. Mi egyben? Na, hát fölöltöttem a felszínre. Elpróbáltatok már az korszpón körül valamit csinálni, hogy működik ez az OP-s megfejlődés? Ja, igen, nem igen, igen, működik. Működik, megpróbáltam a spawnra lerakni egy blokkot, teljesen jó. Raktam már magukat. Hogyha valakinek van még magja, akkor nézzük, hogy merre van észak. Azt mondja, hogy ja, a szigetnek az észak. Északi az éjszakele, csináltam egy ilyen kis izélet, egy ilyen kis farmat, hogy van magotok, akkor vagy adjátok oda, vagy rakjátok el, léci. De hova csináltam? Ja. Ez csak itt van a víz mellett, mert ugye még nincsen vödrünk. Ja, oh, oké. Okay. Mennyi szégyen. Kaja van esetleg? Valaki? De nekem rohadt húsom van. Van. Ja. Ezért van három cocabusim, csak ki akarom sütni mindenképpen. Hát csinálok sütőt akkor, jó? Kemencét. Ja, egyébként mivel szigeten vagyunk és nincs, akkor én javaslom, hogy ne futkározzatok, hogy ne guráljatok annyit. Yeah. És akkor az valószínűleg segít. Vagy nem tudom, hogy milyen hosszú terveztetek amúgy. Hát nem gondoltam most. Ember robancsok szél. Hát figyeljük, igazából... Mit mondanák, hogy nem sokat vagyunk? Nem sokat gondolkoztam ezen a kérdésen. Jól, halljátok, van itt, mi a fene ez? Mi van ember? Gyertek ide a szigetnek a déli oldalára. Hát... Az a spawnhoz képest a hosszabbik oldalon a másik fele. De hol francba vagy? Csak ide eljöttem megnézni, hogy van egy fű. Hát jöttem, mondom, hogyha ahol leszpónoltunk, amerre néztünk, ott egyenesen elindulsz és a szigetnek a másik felén. Ott az óceánban van valami monument, de úgy néz ki, mintha egy ilyen régi ruin portál lenne. Szerintem az egyébként igen. Hol a kevence? Meg lehetne oda olyan sertéseket, ne írtsuk ki mindet, hogy lehessen szaporítani őket a szigeten, mert egyet megváltam. Igaz, hogy répa nélkül gondolom nem fog menni, de hát hat az. Nem, de hat itt hagytál még egyébként? Igen, hármat láttam még. Egy még kéne legyen legalább. Ja, jó, itt még van egy pluszba egyébként itt a szigetnek a végén. Sok ember sülne és kül ki. Ja, bocs, már csináltam. Gyeszkep, hogy sírom. Nem tudtam, hogy mikor lesz. Hallod, megöltünk egy három pókot. Kösz. Megöltünk egy három pókot, és még mindig nincsen egy rohadt stringünk. Hát ilyen az élet. Lesz még pók, úgy látom, kicsit... Jaj, most itt eszembe, van egy csomó, mi a fene? Csomó mindenféle allot. Hal, meg egyebek. Very nice. Találtam egy pár cuccot itt, nem sok minden, de valamilyen szinten talán segített bennünket. Nem emlékszem, mekkora elterveztem a házat fenébe. 1, 2, 3, 4, közepbe. Meglátjuk. Kéne, amikor rohadtul kaja a gyerekek. Hát te azt mondtad rajta vagy, nem? Mondjuk tudom, az a hús az nem sok, de... Hát már többet nem tudtam nyírbálni amúgy. Tetszik, hogy most csomó minden szét van barmolva egyébként. Ez nagyon minden ilyen saját vibe-om. Hogyha legális ez a szó. Okay. Ó, baszki, hallod, van itt egy farkas, ezt vagy meg kéne szeredíteni, hát nem volna vagy meg kéne murdálni, csak mert ez nem csak a bárányokat írtja, ha jól tudom. Baszta. Hát 10x11-es terveztem az eredeti állat, úgyhogy nem jó. Jó, már megölt egy birkát, kurva anyját. Hoppá.
azt nem tudtam, hogy ezt is csinálják. Egy csont elég volt, mekkora már konger, azt a rossz életet. András szénből hogy állsz? Már igazából a világítást azt nem mondom rossz, ha megoldanánk. Jól. Oké. Okay. Már nagyon kéne fákja magyarul. Jól. Figyelj, szénből van 23, de nyugodtan vegyél belőle. Van már ládánk? Van. Van, jó. Jaj, tényleg a ládát nem hoztam el, de hülye vagyok, el tudtam volna hozni, hogy víz alól. Mi volt láda víz alatt? Ez nekem úgy. Meg beraktam a húst ja, is. Ja, bár... Na, már itt kalandozok. Zombi. Ja, hát akkor... Na, mondjuk ez sem vitte fel fullosra. Amúgy a közkajak marad ez a Keep Inventory Zero. Nem, én betettem alapba egyébként. Jaj, nem már, ez komoly. Úgy emlékszem, igen, de igazából hiába tettem be, mert az előző parancs sem működött, úgyhogy gyakorlatilag nincs inaktív. Jó, már másfél szívem van, és nem full skajci. Hát akkor inaktív. Nem is baj, hát most itt vagyunk egy szigeten. Vagy akkor darálok, hát a kapok almát. Jaj, meg az is megoldás lehet. Áki, te nagyon szeretsz forgászni, van kettő fonalam. Nice. Az egy jó ötlet. Gyerekek. Vagy csak el, akkor horgászok én, Áki, csak valami kajászer vagy. Jó, is kellett csak a házat próbálom összerakni. Már nem tudok számolni. Ott köröz a farkas, ugye vigyázzál. Nálam van csont egyébként kettő. Ja, az az enyém. Ja, szerintetted már? Ja, ne, ja, ez az jó. Kezdtem a van. Milyen izé, rúzsaszki lába van. Most nézem. De, megvan szerintem itt a... Ja, meg, leültettem. Milyen enchantolt cucc van rajta, Viktor, most nézem. Ja, ezt most találtam, ez egy arany gagya, ez kb. Lóra azt nem véd meg olyan, hogy ha... Elfoportod az Andrásról. Ja, hát úgy odaadom neki, hogyha kell, igazából nem érsz, nem értem sok mondom. Meg van egy obszidiánunk is, nem tudom mit csinálunk volna vele, most nem van meg a semmi. Majd elválik. Ja, meg van öt darab rognék nálam. És ott van nálatok mag, egy darab is. Nincs Viktor, sorry. Csak szeplényeket kapok. Az a legjobb. Hát ebből rúz. Számunkra a legértékesebb. Ja, nem tudok számolni. De most mi van? 7 szeplinget kaptam gyerekek, de 0 alma. Na így kell. Szakadna meg. Próbálom a ház alapját kirakni. Ja, azt hiszem mit csináltam. Mert csináltam offline-ba a házat, aztán így... Gondoltam, hogy akkor annak alapján megint... Hú, van még hús király. Vehetek egyet ki amúgy? Ja, persze, meg még van a ládát, hogy ez egy sületlen. De a zsír, az... Ne, sületlen már nincs. De ott van a ládát, most vettem bele. Jó, kurva zombi. Az a kutya nem csinál. Már így lesz. Fati, próbálj meg úgy ütni, hogy ugrasz, és közbe ütsz. Akkor én eszek, meg baltázok egyet. Ajaj. Rotyognak, András, vigyázz. esés közben, tehát úgy, hogy vigyázz mögötted. Tehát, hogy így. Aki! Köszi. Ha foglalkoztok az anyám. Na, szép. Egy kaját akarok. De hogyha miért nem csinálsz valamit amúgy? Van, leültettem. Igen, nincs kaja. De, ja, bocs, meg tizettem. Ja, bocs, jó, igazad van, nem, igazad volt, bocsi. Én, a nyersek még benn vannak az inventorimban, itt vannak még a nyers. Jó, köszönöm. Ja, most itt van még, itt van rohadt hús is. Hát ez jó lesz, egy hűlt, az nem is oldott a problémáimat. És jól lehápézottam, sok fájt. Hogy az idegesít, hogy ilyenkor az inventorim is full beszarik. Ja. Maga beszarik? Úristen, mi van itt? Mi van ember? Nézzétek már! Húha, itt támadásba lendültek pedig. Azt a mindenségit, uram. Ott jó világ! Hát ez nekem új, ez biztos, hogy nem békése van állítva. Mit csinálj? Nagyon megkúrták, kézben. Hát ez szerencsés. Az szét volt, igen. Már üskezt a... Van még nálam két csont, valaki akar szeredíteni? Jó, szeretnék. Igen.
És melyiket? Két Bármelyiket? csont kell, Viktor. Véletlenszerű, szerintem easy lehet, hogy elég lesz egy. De ne engedd már ki őket. Jó, siker. De... Tényleg kiengedném a jobbulást, tényleg kiengedném a... Jó, de most enyémet. Nekem is adjatok már csontot, ha nincsen. Hát kettőt tudok még adni éppenséggel. Ja, kösz. Passz. Ja. Várjál. Melyiknek adja? Nem tudom, szabadnak, ha még van egyáltalán, mert nem biztos, hogy az van. Melyik? Hát ha van szabad, tehát egy valamit még volt. Tessék, kiadtam. Nekem is van még egy szabad. Honnan tudom, hogy van? Hát ez az enyém, ez tuti. Nincs rajta nyakörd? Azt hiszem, nem tudom. Viktor, itt lehet, hogy az egész falkát lesz. Na, hogyha van rajta nyakörd, akkor valaki ilyen. Ja, ennyire egyszerű. Jó. Én az enyémet leültettem, aztán gatya. Ja, most nézem egyébként, hallod, hogy annyira kicsi helyen vagyunk, hogy folyamatosan spawnolnak a mobok, úgyhogy igazán meg lehet ölni mindent. Most megint van itt két tehén. Zsír! Raktam a kertben magot. Na, király. Körülbelül például a kutyit nem lehet színezni, tudod, hogy esetleg tudjuk, hogy lehet, valaki... Lehet, lehet. Ezzel most akartam fanyűvősködni, de egy mob között nem lesz egyszerű. Ott egy tehénke, meg még egy tehénke. Kéne még szénom. Be kéne majd keríteni őket, jó? Köszi. Majd beszélgetünk. És honnan tudja, hogy melyik az enyém? Ja, meg követ? Ja, zsír. Jaj, meg le tudod ültetni. Amúgy igen, most még kicsit... ...necces őket elhatárolni egymásról. A teheneket bántatják a zombik meg a többiek egyébként, ha mondjuk... Nem, viszont folyamatosan spawnolnak, úgyhogy szerintem nyugodtan érthetjük őket. Még ez egy kicsit ilyen cheese egyébként. Jó. Oké, és így lesz. Persze, mert nem lesz. Jó, én megyek hány, ezt meg kell színni. Hát Fati, van nálad kell 3 darab kő? Persze. Csak köszi. 3 kell? Aha. Ja. Köszi, csinálsz egy izét, egy... Jobb, azt is van nálad kő, csak ennyi, mindegy. Adtál nekem. Hol zsír? Nem is felvettem, ahogy kell kerítést csinálni, de aztán, hogy tippelek és talán bejön, nem? Viktor, segítesz kerítést csinálni? Úgy kell kerítést csinálni, hogy nem. Nem, úgy kell kerítést csinálni, hogy 4 darab fa, meg 2 darab bot kell hozzá, és a szélekre kell rakni ezért alulra a plankeket, a deszkákat, közöttre meg a botokat. Ja, megvan. Ezért fence gate-et, az meg pont fordítva. Igen. Az megvan. Kösz. No problem. Oké, legyártottam magamnak némi kerítést. Mondjuk hiába építem meg, nem tudom ide csalni őket amúgy. Ja, hogyha lesz búzánk akkor. Ja. Hát akkor ez már könnyebb lesz. Az András amúgy is egy nagy búza, úgyhogy... Creeper. Megpróbálhatod vele. Creeper. Mikor is nem tudom, ilyenek után megjelsz tőle. Szép. Meddig legyek hát... veled, kedves? Ja, nem kell kedvesnek lenni, csak... Jaj, csak szeressük egymást, ez meg megvan. Na, gyorsan kert kaput csinálunk. Persze, ebből csak egyet csinálok is szemét. Oké. Okay. Jó, úgy látom, matek egyes. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ja, matek egyes, jó, se baj. Mindenked átfagyunk. Ja, nem tudtam számolni. Már jöttek a creeperek, a minden. 1, 2, 3, 4 és 5. Ah, srácok, látom egy barlangot. Yes. A kutya fáját. Nice. És rögtön csak izét Copperfield Dávidot láttam. Most nem jövök még le. De jó tudni, hogy itt van. Na, elvileg megvan a korám akkor. Let me know.
úgyhogy ha lesz Ez búza, yes, minód, yes, minód. akkor lesz tehénke is, meg szaporítás, meg egyebek. Ja, itt már mit, mondja az egyik, hogy... Ja, uff, uff. Na itt az egyik, ja. Viktor, a csontlisztel nem lehetne meggyorsítani a folyamatot, ott nem? De. Így most hát így gondoltam. Hát ezt felejtettem, hogy... Van nálad? Ja, nem, a csont az se csont, nincs nem se csontlisztel. Ja, hanem kettő még volt, úgyhogy akkor munkához látok. Nagyszerű. Nagyszerű. Nagy baj, kicsivel nem nagy baj. Na. Oké, akkor azt mondja, ja. Aki szvelteljek neked izét, üveget. Micsoda? Csinálj neked üveget? Nem kell. Még egyelőre. Oké, ezzel akkor raktam be homokot az izébe a lábba. Már nálam is van egy Viktor, nem gondoltam. Hát Viktor. Na. Van olyan szín, hogy ahol sűrűbb a vas. Hát az a helyzet, hogy nem tudom megmondani, hogy most ez pontosan hogyan, de egyébként minél lejjebb mész, annál gyakoribb. Ja, aztán utána egy idő után, de tényleg így nagyon-nagyon sok idő után meg sokkal, de sokkal ritkább. De tényleg ez, tehát úgy kell elkezdeni egy ilyen spektrumot, nem tudom, ilyen 30-40 blokkal kúrok sokan vas. Persze ez biomtól is sugga, hogy... Hát igen. Jó, két tehén a karámban. Az egyik búzat kapott, a másik meg szintén. Meg két egymásnak két mentek is. Tö-tö-tö-tö, kis boci. Ez egy romantikus vacsora, zseniális. Na, szóval a deszkagyártásba kellene nekem nagyon kezdeni. Ja, egyébként ez tényleg egy kicsit beteg, ez a romantikus vacsora. Tehát kettő darab teljesen ugyanúgy kinéző tehenet, tehát nem bikát és tehenet, azt megetetsz, és akkor így promotáljuk az azonos nevek között. És akkor mondod azt, hogy a gyerekek ne elbúrtanulják meg az állatok szaporodását? Hát ebből nagyon igazán, ja. Nekem lenne gyerekem, akkor nem biztos, hogy ezzel közben van. Vannak földek itt. Úgy már valaki mondja, hogy... Elég creepy hangok vannak, és eset szerintem valami bánya környéke lennék. Hát még egy zárt. Ja, nekem most itt van egy a fülem mellett, most egy húzgere. Ó, hogy szokad már, hogy már lesz a... Nálam van, csak lehet a bányába. Ugye, ha azt kiégetem, akkor lesz sima kő, abból meg lehet ugye kőtéglát. Egész abból pontosan. Jó. Ja. Oké. Okay. Amúgy az még például, izé, aktuális Viktor, vagy nem tudom, hogy elkötést tudod, de hogyha mondjuk... Nem tudom, most mondok valamit, hogy tárnázok, de nem fákázod ki, akkor egyszer csak a sötétből beszpónol mögéd valamit, tehát ez még aktuális. Igen, de mondjuk nem fog rád szpónolni, csak mondjuk mit tudom, mellét. Mert hogy viszonylag közel hozzád, de az nagyon-nagyon vakanda bullshit lenne, hogyha ez így működne. Szóval építek egy házat, és azért nem bánnám, ha majd használnátok, szóval... Milyen víz alatti bánya van itt, a jó Isten. Igen, tudom. Azt a rohadt érde, ez mekkora. Jézusom. Na, sül a kő, akkor szedek egy kicsit még. Az este itt azért elindultál lefele, itt a sziget közben igen, lefele. Igen. Ja, űha. Hát, oké. Okay. Megyek föl. Viszek követ, Háki. Osztronat, srácok, mit találtam, ha most én is felvenném ezt a kövöt. Menjem oda, kiszállt a panacit. Úgy emlékeztem, kiszedtem a rezet, nem lehet, csak akartam. Mit csináljuk a nacival? Srácok, tudjátok, mit találtam, baszki? Mit? Nem, egy kurva ritka, ezért kristálybarlangot. Azt. Mert nem csepp, hanem kristály. Ebből tudunk csinálni nézőt, távcsövet. Na. Tök jó, semmit nem látnak a nézőkből, de mindegy. Itt vagyok, Páki.
akkor Ja, már ez egy adjál. ütöd. Ne, adhatsz azért ezt mondjuk 64-et. Kösz. Oké. Okay. Mert akkor folytatom a házat közbe. Nagyon jó. Szerintem meg én elkezdek fát gyűjteni. De is tök. Ja, itt van a kemencén. Kell a... És van 10 szed. Ez szenet szedtél? Igen, tudok adni. Azt is, hogy légy. Kösz. De nem sokat. Ja, ez jó, bőven elég. Ez lesz. Gyorsan csinálom még egy kemencét. Azért időt nézett valaki nagyjából? Hát én nem, sajnos. Még nem is tudom, honnan lehetne visszakövetni. Ja. Úristen, mennyi munk van, mi az ég? Úgy van, hülye creeper robbant fel. Ja, látom, nem tudom. De hallod, és ez rajtam a 6 darab zombi, most ez mi? Ja, én meg izé égetek ki akkor vasat, gyerekek. Ja, az jó ötlet. Hol égetetek ki vasat, már akkor csinálok még. Ebbe is lehet, csak mindjárt kisül benne. Megnőtt a fal, vagy ez mit keresed itt, ez nem így? Lehet, én tettem már ide-oda magukat. Hogy kellett itt. Szóval kiszedted el a gondolod. A fát azt kiszedem, mert útban van. Vagy mit szedjek ki, vagy micsoda? Nekem mindegy. De mit, mire a, hát a kemencéből a követ kiszedem. Ja, kemencé. Ja, mert bedobnám a vasat. Hát tedd. Jó, ezt még megvárom, hogy. Szia, készül, csak nagyon lassan. Így kőtégből. Mennyien vagytok? Az itt a nagyon rossz az átváltási arány, hogy 32 kőből 4 kőtégla lesz. Nem. Ja, bocs, oké. Okay. Annyi megy, oké. Okay. Jó, 32, oké. Okay. Csak nagyon régen játszottam, szerintem már ezeket az átváltási arányokat. Meg számot kell nézni. Milyen bányák vannak itt a fejélet? Nem is fedezem föl, baszki, mert nem akarom elvenni az élményt. Még kevés kis masot ja, szeretnék. Van tojás, nagyszerű. Milyen jó lenne már az elején, hogy ilyen sárkányának van. Hadd Viktor! Vagy gyengéd érintés. Hogy ne felejtsd el, hogy ma aki kivettem a követ, bedobtam már a nádiba a balansosoktól, hogy most már lehet szedni a kódnak a patchit, és akkor a raid második része az most már lehet nyomatni, ha is legyedekel. Tehát, hogy hétvégén csapathatjuk a gondolat. A izéből, a részből mit lehet csinálni? Lehet valami? Azt hiszem a Viktor azt mondja, távcső talán. Távcsövet lehet vele csinálni, meg azt hiszem egy villámhugat. Jaj. Meg micsodát? Hát ja, igazából nem villámhárító, mert igazából pont, hogy behonza. Ja. De még ja. De arra jó, hogy biztos, hogy abba fog bele csattintani. De nem értem, hogy honnan jön ez a sukó. Na. Mi honnan jön, vagy micsoda? Hát itt vagyok lenne egy apadában. Ez a sok micsoda? Pók? De... Szek, hát hogy itt meg a pók? Hát az is hát... Hát ügyesen, ja. Nem, az csak én mindig úgy érzem, hogy mint lenne ilyen 700-at kényen. Tehát rendszeresen úgy vagyok megütve, hogy biztos vagyok benne, hogy nem kéne, hogy megütve legyek, de... Adáki, neked tudod valami segíteni? Hát figyelj, igazából van a végre. Követ kéne égetni, szóval szén kell, meg kő, meg kemencébe égetni, ezt ennyi.
Az sikerült pont rossz helyre rakni, gratulálok. Ah, ezt így kiütve adjuk vissza, jaj, de jó. Apró örömök az életben. Jó, akkor itt egy ablak. Itt egy kettes ablak. Viktor, azt mondod, elkezdtél nekem... Viktor, elkezdtél nekem mizét üveget égetni, ugye? De hol? Én van, nem, azt mondod, hogy ne csináljam, úgyhogy nem csináltam, beraktam a cseszbe az üveget. Na, homokot vagy az üveget? Viszont... bocsánat, a homokot. Ja, már András, a vasat kiveszed? Akkor ti éveszed. Kiveszed. Nyugodtan vedd ki. Oké, okay. Betettem. Csodaka van challenge. Jó, akkor neki alkoholmok égetésnek közben. Csak izé szerezzetek szenet. Hoppó. Hát most izé, amikor rajta vagyok ánki. Zombie time, úgyhogy vigyázzatok. Csak jó, van mindenkinek kardja, vagy csináljuk? Nincs. Nekem nincs. Egyébként annak, aki szeret együttésbe sokkal többet bevinni, nekem nagyon javaslom a voltát. Voltát javaslod? Aha, erősebb, mint a kort, csak nem tudsz olyan gyakran ütni. Ja. Mert ugye most már kivették azt, hogy csak ütögetsz, hisz fel veled, és mindig ugyanannyit fog sebezni. Ötök a kutyák. Nice. Okay. Szép azt. Ha ház meg lesz, akkor már ezekkel nem kell foglalkozni, csak hát... A bocik jó van, király. Egy bocik látom. A boci tart. Ha már van egy kis boci, jó van. Hát ja, tisztán a dolgok. Amúgy nagy mázli, hogy vannak erre kutyák, vagy voltak. Azért sokat tudnak segíteni. Úristen, mekkora átlag voltam, te jóisten, nagyon, nagyon beszartam. Konkrétan rám teleportált egy skeleton. Hát jó, de mondjuk attól én is összeszarnám magam, hogy mennyi szeplin. Nem hiába szeplin bros. Ja, na se tagadhatnánk. Na, úgy látom, itt elfogytak. Az élkő akkor van nagy mennyiségben esetleg valakinek. Hát figyelj, valamennyit tudok adni. Új terrekes creeper. Dupla creeper. És majdnem beszorultam. Basszus, megkapom. Hú, azt hittem, hogy meghalt a kutya. Ezt hallottam pedig messze. Mennyire bírja a kutya? Ja. Hát azt pedig tudom. Hát creepert azért annyira nem szereti. Jó, már kettő creeper robbanás kibírt. Ez nice. Szép teljesítmény tőle. Big luck. Nekem itt ugat, de azon kívül nem sok mindent csinál. Na, még 42 követ tudok, nem, kb. 64-et tudok adni. Vagy rakjam be az égetűsbe? Hát a kemencébe, de itt is nálam is van kettő, és mind a kettő üres, szóval ha ide betennéd, az ja, megyek. Kettő csak kellett a szén van meg. Most csak ahhoz, hogy normálisan tudjak bányászni, ahhoz meg izét akarok, létrát. Tehát is föl tudjak jönni rendesen. Uh-huh. Basszus, este van, de jó. Ja, az. Igen. Ahol az égnek. Csonti dobott nekem egy majdnem teljesen. Szóval nem tudom fölvenni azt a híjat. Köszönjük közben. Köszönjük. Esetleg bárány spónolt valahol? Hát én nem találkoztam vele. Csak már én egyébként találkoztam izéval báránykutkkal, csak már farfosok mielőtt még nem mindenütött őket, akkor... Csináltok horgászbotot? Mi is kell ahhoz? Pók... Egy horgászbothoz? Ahhoz kettő darab fonál, meg... Horgászbot mi angolul? Fishing rod. Ja, kösz. Honnan kisznájpolt az easy módon lévő szkörpával? És magyarul... Ja. De miért nem találok így? De mindjárt megülök, baszki, hát nem hiszem el. Mi ez? De miért nem találok ezért? Mit? Hát... horgászbotot a keresőbe. De hát kérdezz meg, hogy keres, megmutatjuk. Egyébként, hogyha van nálad három bot,
meg kettő darab fonál, akkor hogyha bemész a craft asztalba, van az a könyv, akár rákattintasz, akkor megmutatja azokat, amiket tudsz craftelni jelen pillanatban. Ja, azért. Elhasználhatom azt a kettő fonalat? Jaj, most nálam van még öt. Ja. Jó, akkor csináltam egy ezért. Hú, és köszönöm, mint a zombi hangod. Na, itt van. No, cső, Viktor. Good to see you, buddy. YouTube brother. Azt mondja. Amúgy szedtem 22 vasat. Az jó, gondolom. That's nice. Ajajaj, támadás alá kerültem. Ez, ez jó volt, ez zombi, és ezt nem tudja, növelték a hol felé volna nézett, a zombi. Meglőtt. Ez az igó. Mint hogyha a zombiknak növelték volna a range-ét, vagy nem tudom mi ez. Hát, még akár az se kizárt. Itt van, ugye, még támadás alatt, hogy... Itt rohadt új zabálom, mint a valami idióta. Kartot azért kiszerítem. Anyád! Atya, gatya! Ez mi? Hallod? Na elmondom, hallod, hogy mit horgáztam. Ez a multisát, ez nem tudom mi a tököm. Punch 2, ez a depth, vagy death. Nem tudom, depth. Strider 3. Baszta rohadt életbe. Nekem az nagyon brutál. Az nagyon durva, a Death Strider az, az azt csinálja, hogyha rárakod vagy izéra, vagy nadrágra, vagy cipőre, akkor a vízben lévő mozgásod az nem, hogy gátolva lesz, hanem még gyorsabban fogsz mozogni vízben, száraz földön. Szóval, de ráadásul úgy, hogy ugye már 1.13 után vagyunk, tehát tudunk úszni. Tehát, hogyha bementek a vízbe, és a fejetek is el van lepve vízbe, nyomtok egy kontrollt, akkor, akkor ugye bemegy a karakter vízszintesbe. Bemegy a lapába. A kutyám nem akart megvédeni egyébként engem? Vagy... Hogyha ül, akkor vagy... nem. Ha ja, ül, akkor nem. Akkor csak player támadások fogod, azt hiszem, ja. Lehet, hogy akkor is. Elvileg, hogyha belevitsz a zombiba, akkor onnantól ne is támadja. Ja, de csak akkor, hogy nem ül. Ja, így van, így van. Az a baj, elengedném én, csak lehet, hogy idegesít, miközben jön építeni. Mert akkor próbáljuk meg. Azt csak oda betettem, hogy oda tároljuk meg a cuccokat. Oh, GR. Kutyi. Aki rakok még izét. Rakok még szenet az üveg alá, mert nem ég neki. Kösz. No problem. Oké. Okay. Na, egész jó XP-t kapok a halmian hal után. Na. Ja igen, craft azt tart az ide se ártalan tenni. Lassan el kell kenni, fát vágni, úgy látom. Megetetem ezeket a szerencsétleneket. Hú, tegyem a craft azt tart. Egyébként nem. Nem tudom, hogy sikerült a The Parrots and the Bats-et lefordítani arra, hogy romantikus vagy fele. Oké. De valakinek sikerült. Ja. Hogy süvít a szél megint? Nem tudom, hány szélvihar lesz még itt egyébként. Na. Okay, ha valakinél egy darab kő, cobblestone. Egy darab miért teleportált be a kutyám a házba? Mindig utána teleportál, hogyha van egy darab köve lelki. Hát ez zúzott. Van, tessék. Hogy belemászik a képembe a kutya. Ilyen idő, világosban is vannak még zombik. Tehát ez gáz. Hagyva. Nem tudom, az hülyén néz ki, hogyha két, na mindegy, majd a végén kiderül. Két blokk magas izé van, ablak. Vagy hogyha négy blokk magas, vagy na, ja, kettő magas, nem egy. Hülyén néz ki.
Kiszedhetem a 8-as rudat? Hát igazából én szerintem minél magasabb, annál jobb. Jó. Ja, hát most már Raktuk mindegy be akkor. kaját. Ne, csak Na, bocsász. kíváncsi vagyok rá, de meg lehet csinálni amúgy. Van még annyim. Akkor kísérletnek lehet ez a szoba ilyen. Ült lazac, gyerekek. Trópus a nyers tőke alatt. Ha esetleg valakinek Micsoda kell kajci. terü-terü asztalkám lett. Ja. Na izé, ja, de többszörös lövés, ütés 2, mély járás 3, az a death. Aha. Nem tudom mi volt. Death strike, ja, strike. Depth. 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 Tehát the depth strider. Depth. Aha, oké. Itt hülyén néz ki, ha nem teszek ide. Közben leesett. Egyébként most elgondolkodtam, hogy végül is benn van a kipi, mert én nem, mert ti meghaltatok többször is. Nem tudom, nem figyeltem. Nézzünk, izétetőt rakok, ilyen deszkatetőt, ja? Már megint izét fát keszedni, man! Ez hihetetlen. Körülbelül 36-szor rakom le ugyanazt az egy darab súdát, hogy kapjak belőle ezért. Flintstone. Flintet, de egyszerűen nem van a legjobban. Lopus alatt nem lehet izét kisütni. Most még nem. Aztán, na végre. Amelyik ilyen csak közé poti alapanyag, azt hiszem. Na, én viszont... Oké, jó, sok nyírfadeszka. Az jó. Úgy vinyogott egyen. Közt kirakjuk ebből. Ó, gyerekek, mit csinálok? Na. Ó, gyerekek, mit csinálok? Ó, te kurva jó. Ez ide áll ki. Ha valaki még kövezni, vagy követ szeretne szedni és nekem átadni, azt ne fogja vissza magát. Rá, aki nézi ide kicsit. Igen. Nem sokat láttatok belőled. Követsz. Elvileg van a ládikba. Ez távcső, de jó. Aha, ott arra jobban látszik, király. Tessék. Wow. Muti. Kösz. Ja, gondolom a részből meg a látom mikor. Csinálok még, tudok megcsinálni. Kösz. Nagyon jó. Még kockás ez is. Telefat itt van. De mi a hangja van amúgy? Ilyen... Ja, kösz, Viktor. De jó. Nem tudtam csinálni mindegyikünknek egyet, úgyhogy tök jó, mert egyébként ezzel egy el tudom nézni a távolba. Aha. De jó. Ahoy, kapitány. Kár, hogy a bal klikkel nem lehet fényképezni. Ja, ahoy, kapitány. Mindenki kész van. Igen, és kapitány. Igen, és kapitány. Hangosabban. De igen. Hangosabban. Igen, és kapitány. Ó, kovakős aci, azt imádom, gyerekek. Mondja, bolkotka. Elvehetem a kovakős acikat. Hát tőle, még nem tudom, mit szeretnél vagy sem. Én imádom. Nem, mert tudod, ez tud segíteni a világításra. Viktorán levegő csak a víz. Királyokat szól ki. Na, haragudjatok egy kis reklám. Viktor, jó, mégsem félig reklám, mert küldöm neked, Viktor, a te voltál Pete, nem mondom kicsoda, tehát ez a cím, ezt a számot küldöm neked, jó? Szerintem köszönöm szépen. Figyelj, viszont valami és voltam lent. Más beszéljünk már meg, ha már így ilyen szépen összegyűjtök. Viktor ígért nekem egy nagyon érdekes történetet, amit nem történt vele. Jó, jó, basszus, valamit majdnem el is felejtettem. Kedves no, nézők, hát, kérjük a bóknak. Na hát, igazából nem, az, nem úgy kell elkezdeni a történetet, hogy ez igazából egy ilyen nagyon, nagyon kerek percebb történet, amiben érdekes fordulatok lennének. Csak hogy én ilyet még a rohadt idős életben nem tudtam.
Az történt, hogy... Hozzatok követ meg izét, bocsánat, szenet. Nálam van kőtessék. Meg szenet is, igen. Szene az nincs. Vagyok szenet. Ez problém. És hát az van, hogy mi barátosaimmal, meg barátnőmmel neki szoktunk állni, és szoktunk lulozni közösen. Na most így egyénileg annyira nem csipázom már a lolt, sajnos, mert elszoródott, Aha. de közösen egyébként szokta még mindig nagyon jó tud lenni. És hát történt is, hogy szépen összegyűlünk úgy, ahogy szoktunk, elindul a meccskeresés, talált meccset, mindenki szépen kiválasztotta, amit akart, és akkor a játék meg a kliens között van egy betöltőképernyő. Na most nekem a betöltőképernyő nemhogy befagyott, hanem nem jelent meg maga a betöltőképernyő. Ez eddig még azt mondom, hogy persze, hogy hát elfordul, na de. Nemhogy ez, nem csak ez történt, hanem mivel kiderült, hogy egyébként ez létezett, de valahogyan így az éterben, ezért egy olyan felületet képzett a teljes ablakon fölött, hogy nem tudtam a számítógépemet irányítani egyáltalán. What? Tehát nem tudtam megnyitni mondjuk egy Chrome-ot, rámentem ezért az újraindításra a számítógépen, nem reagált semmit. Amikor már úgy csináltam meg a dolgot, hogy replikáltam, mert egyébként újra kellett, hogy csinálják a meccset, amire én meg is lettem büntetve, annak ellenére, hogy lejelentettem ezt, mint bug. Körülbelül 2,5 óra szenvedés után, miközben háromszor újra telepítettem a játékot, ami 12 giga, meg kipróbáltam körülbelül 6 vagy 7 olyan megoldást, ami olyan, hogy nem gondol nagyon rá az ember, talán. Tehát ilyenek, hogy mondjuk nem tudom, az Nvidia-nak az overlay-e lehet, vagy esetleg nem tudom, videókártya driver frissítés, vagy nem tudom, a kliensen belül valami. Tehát tudjátok, hogy mi volt, baszki? Nem tűzfalas probléma, nem Windows Defender-es probléma, hanem a Bitdefender volt az. És kiderült, hogy nem csak a LOL-nál, hanem hogy önmagában azokat az online kapcsolatokat, amiket ő úgy gondolt, hogy azok károsak lehetnek a számítógépre, ez mindenféle kérdés nélkül, csak így, ha nem tudta kibaszni az ablakon, vagy felfüggeszteni teljesen, akkor csak megpróbálta meg letiltani annak a hát nem is tudom, a működését így befolyásolta. De Ez gyönyörű. mire Ezért lehet, még nem hogy volt. baszki? Hát úgy képzeljétek el, hogy nekiálltunk, nem tudom, 11-kor, és hajnali 2-re jöttem rá, hogy ez volt a Bitdefender, mondom, hát ha az, mondom, letörlöm, legfeljebb visszarakom, és bassza meg, az volt az. Hát Úgyhogy, az szép. úgyhogy csak így mondom el ki, hogyha jövőben esetleg az a valami, és vel, akkor ez mindenképpen egy hasznos tipp. Aha, hát kösz. Sőt, erről lehet, hogy írok egy Reddit posztot, hogyha más Igaz... belefutok, hanem titek ki az hajsz tele. Igazából engem úgy szivatott meg egyszer a Bitdefendernek a teljes verziója, hogy a dokumentumhoppát ő kiemelten kezeli, ugye ransomware meg ilyenek ellen, és ott egyszer ugye azt új játék volt, valamilyen nem tudom milyen játék, ami oda teszi a mentéseket, és az megblokkolta annak a játéknak az elérését. Csinált, volt ablakról megfigyelmeztetés, csak én nem vettem észre. És mi, amit addig izé játszottam, azt nem mentett el utána. Meg közölte, hogy Azt zárva van az a mappa, és az így hogy bukta. nekem is szingottam, gyerekek, bocs. Van egy hasonló sztorim, hogy emlékszem, hogy hogy Half-Life 2-ztem, elmondom, én is elkezdtem. Na végre, És nagyon jó hangzik a videó. ez még nem tudom hányban volt. Ja. De most ugvaskó ez. 2002-ben. Hány ez? 17-es szint. Mi? Mi van ebben? Kisejött, csak Na azért és... mondom, hogy nem lehetett. Az volt a lényeg. Í, kurva csonti! Pillanat, csak harcolok. Viktor, nézd meg, hogy melyik a jobb. A négyes, vagy kettő magas, vagy az egy soros, vagy két soros ablak. Azonnal ugye megkapálom itt a szentelket, aztán megyek. Mondjuk itt ezt meghagyom egy sorosra, mert ez itt hülyén néz ki. Kurva. Valami Baszolgás szarvány. náci, hungarista vagyok a...
Na. Menjenek oda hátra! Na, Megvan. Tehát, hogy úgy szívtam be, hogy Half-Life-oztam. Szépen nézzük, kikapcsoltam a gépet, mondom, ránézek, már tudod, másnak kapcsoltam, jó, akkor folytatom, nincs meg a bent, és mondom, mi a szar. És akkor azt láttam, hogy, elcsesződött az óra, számítógép órája. Ja. És ugye így a mentések is buktak. Biztos kapcsoltam neked, Áki. Ja. És akkor ugye mondtad, hogy hát igazából annyi az cucc, hogy elemet kell cserélni a gépbe. Ja, az alapba. Ez mekkora ja, szívás volt. Ez nagyon durva egyébként, hogy, ezen múlt. De erre ezt egyébként mondasz, nem pont erre, de emlékszem valami ilyesmire. Szerintem egyébként úgy a legjobb, hogyha az ablakok amúgy kettő magasak, de csak egy szélesek. Aha. Hát jó, csak így néz ki jól. Igazából be is tudod lőni. Mert ugye nem középen, mert úgy van szóval, hogy a páros számra jön ki az azért. Tehát egy... Ja, Ilyen ezek az oldalokon amúgy jó lenne, szerintem így viszont ja, nem, mert akkor másik volt, és meg gondolom, hogy szimmetrikus van, tehát ugyanannyiszor ugyanannyi. Ja. Kutyi. Na. Aztán lassan András elfáradt, úgyhogy vége lehet a műsornak. Valahogy egyébként most itt meg a belterjesség, az van nagyon dominál nálunk, mert már van három kis boci, meg három nagy boci. Hát ez zseniális. Hát inkább gusztustalan, de hát ez van. Kaját kellene nekem szerválnom belőlem. Viszek nekem valamilyen. Van a izé baládába. Látom, meg is szeretném. Gyere! Kösz. Így is van. No problem. Ezzel a bocikat addig kéne szaporítgatni, amíg annyi nem lesz, hogy már konkrét FPS lagot okoz, hogy elmezel abba az irányba. Oké. És akkor egy ilyen nagy támogatás. Mert akkor egyszerre le lehetne őket írtani. De most akkor nem is az összeset, hanem amíg leírtad a felét, és mondjuk kapunk vele, nem tudom én, 2 szekúnd. Tehát akkor ez mondjuk már egy elég jó. Úgy van egy ember, ezt megpróbálom meg azt a színen. Sok sikert, azt hiszem. Ja, csak még a Creeper természetesen még hagyjál meg. Azt a trópusa, ha kb. Fél HP-t adott vissza. Mm. Annyira szeretem egyébként ezt a játékot. Most értem, hogy... miért? Hát azért, mert megint belabboltat, és akkor a... Tehát nem tudom, tehát ez szerintem valami csatlakozás. Tehát oké, stabil a csatlakozás, szerintem a ping az nagy. Csak mert most például úgy ütött meg az ember, hogy megütött volna, de nem ütött meg, utána meg nem tudom, elért teleportált egy ilyen fél métert, és ezt csak megütött 3-szor. Ez volt a nehezítés, tudod. Lement 6-szor. Hát, ja, most hogyha hardon lennék, akkor megütöttem volna ilyen régóta. Na, a háznak az alsó része az elkészült igazából. Úgyhogy... Mármint ugye maga a házat, a berendezést. Mert egyébként úgy lesz, nézd, hogy ez a rész lesz itt a hoztam ezért cuccokat. Srácok, várjátok egy picit, álljátok majd pillanatban. Igen. Kösz, Fószi. Csak mellvért. Ja, hát ugye ahhoz, hogy mindenkit kimaxoltassunk, ahhoz kell sok. 72 darab borsát. Mi kell láki? Itt lesznek a ládák, ugye majd ide is teszek még oda is a hiányzó részekre. Itt lesz az alvós rész, itt meg a sütő. Okay. És akkor az emeleten meg majd az encsánt, hogyha odáig eljutunk. Van valakinél csont? Hát az nincs. Na, ó. A pakottban van. Vasat. Izét, fa kellene, de hát... Valam van, menj kell. Azért, deszka. Jó, az is jó. Ez a technikát. Kösz. Azt rohadt életed. Ó, bazeg. Rezet érdemes kiégetni, hogy ne pazaroljam rá szeretem. Passz. Műterezes Miklós. Nem tudom, Viktor, mit mondasz erre? Ja, ugye? Ja, Aki, miatt még elfelejtem, még nem olyan rég bejött a fater, és volt arra szó, hogy holnapi cuccok is, és szeretett volna veled is beszélni. Úgyhogy majd nem tudom, szerintem, hogy wow.
ezért hívás után Értsd meg. maradjunk itt egy picit. Jó. Az amúgy így kurva király lesz, szerintem. Kösz. És akkor itt az ember. Hát figyelj, szerintem akkor nem tudom, hogy mennyi időt telt el, de szerintem akkor az... Hát egy óra szerintem, hogy hát most nagyjából egyébként igen. Márki, mond. Hogy most jó. Akkor egy kis pihi, vagy mi legyen? Jó, azért házam úgy. Ja, kurva jó. Ja, hogy ti is akartok meg felvenni részt, és időtök is van, hát ez kurva jó hangzik. Nem, szerintem most eszek egy nagyot. Egyébként szóval lehet, hogy ráhízek a modra. Na, Aki, akkor... Sztolj. Nem esőnek. Akkor tényleg milyen kevés szemünk van, amik. Akkor káposzta? Na. Ó, gyerekek, kinek kell még egy így? Nekem adhat, megfogadom. Nem voltam egyébként, de lehet az elsőnek vége. Jó. Akkor Viktor, passzol még az íjat, léci. Hol vagy? Aztán akkor köszönjük szépen. Ja, jó. Na, tessék, azért szeret, nem. Hogyha esetleg találsz, akkor légy szíves. Izé, a kintikbe vitte már ki. Kintibe? Igen. Jó, hát az is valami. Ja, nem volt rossz, szerintem esküszöm, hogy csomó mindent csináltam. Na, szóval a részemről rendben vagyunk, ha ennyi. Jó, hát akkor gyerekek, köszönjük szépen. Aztán majd valamikor ki tudja, hogy... Ja, most egyébként azt hittem, hogy azt hittem, hogy most szünetet tartunk és veszünk még egyet. Hát én nem tudom, hogy nem. Higgyek. Nem. Mert nem, igazából, nem. Hogyha írjátok, hogy oké, akkor én amúgy tudnék jönni, csak annyi, jó, hogy akkor az a szünet, az jó lenne, hogy lenne egy fél óra legalább. Nem, ma már nem, legalábbis részemről, nope. Majd szerintem hétvégén arról lehet szó. Jó, oké, akkor... Úgy is aztán ez a partos volt. Egy kicsit hányásnak tűnt, de... Elmondom, nagyon. Nagyon jó ez a tárcsa egyébként. Az lenne menő még, hogyha lehetne olyat, hogyha ezzel nézel meg valamit, akkor... ha ezzel nézel meg valamit, akkor... akkor esetleg, nem tudom... ilyen mobok ellen bónusz sebzés, vagy valami hasonló. Ja, ott már pókok gyülekeznek, úgyhogy köszönöm benne. Szépen. Ja, akartam mondani, hogy ezt most tényleg velem. Még annyi, hogy ezt gyorsan lebontom. És akkor bentről már föl lehet menni a házba, ajtók legyenek csukva, ugye? Yes, minút. 4 minút. Aztán, ja. Hogy gyülekeznek a pókok. Csukva van. Quake próba csináltam a gyülekező pókok. Ja, biztos Viktor van. Most tudom, hogy itt a kajak Quake próba. De most akkor ez hányadik rész volt, hogy itt bekavarjak? Igen. Nem tudjuk. Szerintem mondjuk azt, hogy az X-edik. Jó. Akkor köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! Jééééé!